A magyar kormány nemzet stratégiai ágazatként kezeli a sportot, és mint Szabó Tünde sportért felelős államtitkár pénteki nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta, fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen a mozgás lehetősége, és mindenki számára biztosítani tudják az egészséges életmódhoz szükséges feltételeket. A járvány miatt több tízezer családnak okozott gondos sportló gyermekeik tagdíjának befizetése, és ez bevételkiesést eredményezett a sportegyesületeknek. A korlátozások miatt jó néhány egyesület nem tud edzéseket tartani a hagyományos helyszíneken, ez is jelentős pluszköltségeket okozott. Ezek kompenzálására nyújtanak összesen 2,1 milliárd forint támogatást 45 vidéki sportegyesület számára. Nyíregyháza is benne van, ugye a vidéki kiemelt egyesületekbe már 2 esztendeje belekerült, nem véletlenül, hiszen olyan eredményeket produkált akár az utánpótlásban, akár az élsportban, akár a szakemberek számában, amelyek mind-mind azt eredményezték, hogy igen, ott van a helye, és a Magyarország eredményességében jelentősen hozzájárul, és azok a sikerek, amelyek itt születnek, azok nagyon-nagyon fontosak, hogy tovább tudjanak folytatódni. A támogatás valamennyi megyét érinti. Szabolcs-Szatmár-Berekben a 8 szakosztályban mintegy 1000 fiatal sportolót foglalkoztató nyíregyházi sportcentrum 220 millió forintra számíthat, a 10 szakosztályos NVSC pedig 20 millió forintos támogatásban részesül. Ebben a pandémiás időszakban óriási támogatást jelent, és azt a biztonságot, amivel nyugodtan végezhetik munkájukat. Amit én azt gondolom az elmúlt időszakban is eredményekkel is igazoltak. Jelent elismerést is, az elismerést nem csak a sportolóknak, sportszakembereknek, egész Nyíregyháza sportéletének, és nagyon-nagyon jól kiegészíti és segíti az önkormányzat ez irányú tevékenységét is. Ugye most ebben a hónapban kiírtuk és változatlan összeggel, mint az elmúlt évben a pénzügyi nehézségek ellenére is a pályázatainkat közel 80 millió forintos összegben. Hétfőn indul a Mozdul Nyíregyháza, és folytatjuk azt az infrastruktúra fejlesztést is, amit már nem is tudom hány évvel ezelőtt elkezdtük. Az egyesületek a 2020. március 11-e és 2021. június 30-a közötti kiadásaikra használhatják fel a rendkívüli támogatást, amelyet február végéig folyósítanak a kedvezményezettek számára.